Napi két edzéssel készülnek a bajnokságra a nyíregyházi férfi kosarasok, akik a pályán és a konditeremben gyűjtik az erőt a következő szezonra. A keret csak nem teljes, egy légiós még hiányzik, de arról, hogy milyen posztra érkezik külföldi játékos, csak az edzőmeccseken látottak tükrében dönt majd a szakmai stáb. A magyar játékosok két hete kezdték el a munkát, amelyben nem a semmiből csöppentek bele, mivel a legtöbben a nyári szünetben sem hanyagolták el a mozgást. Az elmúlt szezon hajráját sérülés miatt kihagyó csapatkapitány Busz Iván szerint nem volt nehéz visszazökkenni a munkás hétköznapokba. Szerintem a többi értelmében is mondhatom, hogy jó formában érkeztünk ide. Személy szerint én tavaly ilyenkor nem voltam ilyen jó állapotban, kicsit elhanyagoltam magam, erre igyekeztem odafigyelni nyáron, de többen a csapatból is együtt jöttünk be edzeni, júliusban is, júniusban is, úgyhogy úgy érkeztünk ide, hogy nagyjából kész voltunk a felkészülésre. Most azért nyilván kicsit keményebb terhelés kapunk, mint amikor csak magunknak dolgoztunk, de egyre jobban vesszük fel az üzemi hőfokot. A héten csatlakozott a csapathoz a 19 éves, szombathelyi nevelési korosztályos válogatott Dancsás András is, aki az elmúlt szezont az Egyesült Államokban töltötte. Egy nagyon lehetőséget kaptam, itt a csapat feljutásért küzd az alcsoportba, és egy erős gárdának is tűnik számomra, egy jó közösség is, úgy tűnik nekem, hogy így hasznomra válhat és tudok fejlődni ebben a csapatban. Bár még korai arról beszélni, hogy mire lehet képes a csapat a bajnokságban, minimális elvárásokat már megfogalmazott a kékcápák irányítója. A legjobb négy közé mindenféleképp elvárás és igazából realitás is lenne bekerülni. Nem szeretném megbántani abszolút a TF Budapestet, de úgy gondolom, hogy azzal, hogy az oroszlányi tavalyi közvetlen riválisunk feljutott és a TF kiesett, nem fognak olyan játékerőt képviselni, mint az oroszlány. Így riválisaink közül egy kiesett, akkor mondhatnám azt, hogy rangléten előléptünk egyet. Más típusú játékosok érkeztek a távozóink, ugye Cucu, Ózé és Csabi helyére, de én bízom benne, hogy ez nagyon jól elsülhet, és tényleg úgy érzem, hogy szép reményekkel vághatom neki a szezonnak. Neki megyünk, legjobb névbe akarunk jutni, ott meg már tényleg bármi lehet, mint azt az idei év is mutatta, hogy nem feltétlenül a pálya előny fog dönteni. A szeptember 27-én esedékes bajai bajnoki rajtig több edzőmeccset játszik a csapat. Az biztos, hogy augusztus 22-én Debrecenben a Vasas ellen lépnek pályára Busék, majd a szlovákiai Svitbe utaznak a cápák, és többek között szó van még egy Salgótarjáni találkozóról is.